Sikeresen szerepeltek a Hódmezővásárhelyi Boxklub kezdő sportolói az úgynevezett Csabai csípős pofonpartin. A fiatalok jól állták az ütéseket, és az edző tanácsait szem előtt tartva tudtak első meccseiken jól teljesíteni. A Hódmezővásárhelyi Boxklub három fiatal tehetsége bizonyíthatta rá termettségét a nemrégiben megrendezett Békés Csabai pofonpartin. A kezdő sportolók megtapasztalhatták, hogy milyen éles helyzetben ismeretlen ellenféllel küzdeni. Hegyi Dominik 8 éves és csupán 8 hónapja kezdte el a sportágat. Volt már két meccsem, de az egyiken nem volt ellenfelem. Nagyobb volt az ellenfelem, de vállaltam volna, de két súlycsoport volt közöttünk, és nem. De mentem már Békés Csabára. A bemutató mérkőzésen remekül teljesített Dominik, még ha az ellenfele 6 kg-mal volt is több. A másik tehetség Zádorfalvi Martin, aki két hónapja kezdte el elmélyíteni box tudását, és már az első versenyen jobbnak bizonyult a rutinos kihívójával szemben. A Csabai csípős versenyen döntetlen lett, de én voltam a jobb. Kicsit meglepő is volt, és egy kicsit nehéz is. Nagyon sokat kellett ugrálni, és hát, hogy figyelni a másikra, hogy mit csinál, és épp mit nem. A harmadik versenyző Kis Martin 56 kg-os súlycsoportban szállt volna ringbe, azonban nem volt ellenfele. A Csabai megmérettetés célja az utánpótlás korosztály versenyhez szoktatása volt. Ezekből a gyerekekből később kiderül, hogy lehet nagy boxoló, mivel ez a kor, tehát ezt megállapították, hogy ez a kor, amikor elkezdik a gyerekek, így derül ki, hogy mi az a sport, ami közel áll hozzájuk, és hogyha azon a sportnál leragadnak, és csinálják, akkor mire oda kerülnek élvonalba, vagy felnőtt korcsoportba, akkor tényleg ott lesznek az élvonalba. Az edző hozzátette, sokan azt hiszik, hogy durva a sport, a box pedig nem. Ezt a fajta mozgásformát az okos emberek választják, mivel másodpercek töredéke alatt kell dönteni. A csapata nyári időszakban is folyamatosan erősít és edz. Az utánpótlásra augusztus 19-én Szegeden a Tiszaparton már egy újabb pofonparti, ahol a fiatal sportolók ismét bizonyíthatják tehetségüket.